A véleményére vagyok kíváncsi, vagy az emlékére egy-egy alkotásra szinkron szerepel kapcsolatban. Ilyen volt például a Bud Spencer és Terence Hill nevéhez kötődő Kincs, ami nincs, amiben Anu Lulut szinkronizálta, és nagyon furcsa beszédstílusa volt az illetőnek. Ezzel ön mennyit küzdött a felvétel során? Semmit. Azért sem kellett küzdenem, mert Analulu neve mellett X volt. XXXXXXX. Nem volt megírott szöveg. Azt nekem kellett improvizálni. Én azt élveztem, hogy ott nincs megírott anyag, vagy elvétve. Ott többek között az én fantáziámra hagyatkozott a rendező, meg a dramaturg, hogy én majd mit mondok, Analuli, anyáim, apáim, félek, nem félek, jaj, bátor vagy, most neki megyek, Analuli szereti apáim, anyáim. Tehát ott szabad volt az improvizáció. De zseniális lett, mert mi nézők ezt nem vettük észre. Hát hála jó Istennek. Illetve Jude Hirschet is szinkronizálta először a Függetlenség napjában, majd később a Gyilkos számokban. Igen. Önnek jelentett valamit ez a szerep? Hát hogyne, hogyha az ember mondjuk Paul Michael Glaser magyar hangja a Starsky okán, meg a még a kezdet-kezdetén a Tóbiás a teljes emberben. Ő volt az egyik vőlegény, a Szabó. És őt is szerencsémre megkaphattam, és aztán a Starsky sorozatban, 200 epizódban, ahogy a Hörs is gyakori vendég az én torkomban, illetve én gyakran vendégeskedem Hörs porhüvelyében. Ezek jó dolgok, mert valamit nyilván üzen, hogy éreznek valamiféle rokonságot, hogy talán olyan vagyok, mint ő. És ez, vagy hasonló vagyok, mint ő, vagy elképzelhető, hogy ő vagyok én, vagy én vagyok ő. A szinkron lényeget már pedig ez. Ha én magam tolakodnék, hogy én, akkor az dögunalom lenne, és nyilván nem lenne sikerem. Mert nem én játszom a szerepet. Egyébként a szinkronizálásban az a nagy kihívás, hogy mi mindannyian magyar színészek egy kicsit fricskát is akarunk mutatni a világnak, hogy vagyunk olyanok, mint ők. Hogy tudunk úgy játszani, mint ők. Most ugyancsak a hangunkkal vagyunk erre képesek, mert hisz ez a műfaj ilyen, de mégiscsak tudunk úgy játszani, mint ahogy ők játszanak. Sok színész mondja, hogy jobban szereti a negatív szerepeket, mert olyankor lubickolhat a karakterbőrében, és önnek rengeteg gonosz szerepe volt, főleg akciófilmekben korrupt rendőröket, drogbárókat alakított. Igen. Ön hogyan viszonyul az ilyen szerepekhez? Nevetek rajtuk. Hát olyan gonosz, hogy már szeretni lehet. Hát nem. Nagyon nehéz ugye komolyan venni ezeket. Egyáltalán ezt a műfajt, ezt a gangster thriller szörnyű gonoszsággal megáldott tömeggyilkost, ezt mosoly nélkül nem lehet nekem nézni, mert nincs ilyen. Ez csak a fantázia szüleménye, de mivel a fantázia szüleménye, így az én fantáziám is elszabadul, amikor a torkom átváltozik sorozatgyilkossá. Hogyan került erre a pályára? Esetleg emlékszik-e arra, hogy mi volt az első jelentősebb szinkron szerepe? Az nagyon mulatságos volt. Harmadéves főiskolás koromban volt egy akkor induló partizán film, egy bulgár film, ahol egy bulgár partizán pickónak a hangját kaptam meg. Az Ott vagyunk minden kilométerkönél, és akkor is győzünk, ha pont című. Hát nem túlságosan filmremeklésnek minősíthető sorozatban, és a Pannónia szinkronba szólt a diszpóm. Valahogy a telefonomat megtudta a Pannónia, és főiskolásként én azt se tudtam, hogy hol a szinkron stúdió. És reggel 8-kor hétfőn meg kellett jelennem a
Ott vagyunk minden kilométer körül, és akkor is győzünk, ha pont című film szinkronizálása véget a Pannóniában, és hát én természetesen taxival mentem, mert nem tudtam, hogy hol van. Gondoltam, reméltem, a taxis tudja. Tudta, itt szerencsémre odaértem időben, és nem kis szerencsémre, mondjuk az első nap, első tekercsében olyan zseniális színészek partnere lehettem, mint az előbb említett Máti Szabó Gábor és Somogyvári Rudolf. És azt tűnt fel, hogy Máti Szabó Gábor így ránéz a szövegre, és aztán fejből mondja. És miután én nem tudtam, hogy hogy kell szinkronizálni, én azt hittem, hogy így kell. Hogy tudnélik, rögtön meg kell tanulni. Ez aztán azt eredményezte, hogy ilyettemben azóta is így szinkronizálok, hogy hirtelen puff, úgy megtanulom, és kívülről nyomom, akkor tudok játszani. Hogyha így néznem kéne a szövegkönyvet és a figurát, akkor eltéveszteném, mert annyira zavarba hozna, hogy a sorok között kell, hogy mi az én betűm és hol tartunk. Így puff, megtanulom, és rászerepelem. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseimre. Én köszönöm.